Köszöntjük Önöket! Ma a Lónyay utca 18 szám alatti épületet fogjuk Önöknek bemutatni, ahol egykor a Nyugat szerkesztősége működött, valamint nagyon sok író, költő lakhelyéül is szolgált. Kik voltak amúgy ezek az írók, költők, akik itt éltek, itt laktak Ferencvárosban, ebben az épületben? Sokan voltak, sok hírlapíró, nevesebb és kevésbé neves költő, író, közülük hármat mindenképpen szeretnék külön kiemelni. Benedek Marcell lakott itt az 1920-as években családjával, aki, hát az ő neve azt hiszem, hogy nagyon sok számára ismert. Az édesapja volt Benedek Elek meseírónk, mesegyűjtőnk, Elek apó, aki hát tulajdonképpen az irodalom szeretetét, a versek és a próza szeretetét bele plántálta fiába, Benedek Marcellba, aki maga is hírlapíróként kezdte a pályáját, bölcsészként, irodalomtörténettel, nagyon sokat foglalkozott, irodalomtörténeti munkái jelentek meg ezekben az évtizedekben, az 1910-es, 20-as években, nagyon sok mindennel foglalkozott, a próza írással is, számos könyver jelent meg, regényei jelentek meg, novellái jelentek meg, verseket is faragott, és hát a szabadkőműves világgal is elég közelről megismerkedett. A Deák szabadkőműves műhelynek volt az egyik oszlopos tagja, és ez az ő családja, az ő felesége és gyerekei, köztük Benedek István, szintén sokak által ismert orvos, tudós, író, közíró, szintén itt lakott egy ideig. Tehát az ő írását, aztán az írógép kattogását nagyon sokat a környéken hallhatták. Az itt játszó gyerekek valamikor az 1980-as években, amikor egy kiadványt akart megjelentetni, és aztán meg is jelent a Budapesti Városvédő Egyesület, akkor például kérdező biztosok jártak itt a környéken, ebben a házban is, és a visszaemlékezések szerint Benedek Marcell mellett olyan később világhírű írók is megfordultak, mint például Köszler Artúr, vagy Artúr Köszler, aki gyerekként itt a környéken nagyon sokat játszott, és Benedek Marcell családjával is kapcsolatban volt. De hogy a közelmúltról is beszéljek, 1986-tól 2006-ig itt lakott Lázár Ervin a családjával, feleségével, Vati Zsuzsával. Ez a két fantasztikus ember itt rótta az utcákat, és nagyon sok élményt gyűjtött a környező ferencvárosi területekről, terekről, utcákból. Hát volt idő, amikor Lázár Ervin még azzal a gondolat is eljátszott, hogy vannak olyan történetek, amelyek Ferencvárosban játszódnak, és akkor ezeket a történeteket ő Kálvin téri Lajosként írja alá. Tehát hogy a kötődése az viszonylag gyorsan megvolt, összejött, és hát azt gondolom, hogy egész haláláig nagyon szeretett itt lakni, és hát Vati Zsuzsával is ugyanez a helyzet, ő is nagyon szerette róni ezeket a környező utcákat, és hát volt szerencsém személyesen ismerni mind a kettőjüket. Tényleg azt tudom csak mondani, hogy nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mindannyian itt ferencvárosiak, hogy Lázár Ervin és Vati Zsuzsa élete utolsó szakaszát itt köztünk élte le. Most itt mi egy udvar részen vagyunk, illetve egy köztes részen. Itt mind a két épület a 18 számhoz tartozik? Igen, eredetileg ez egy udvar köré épült U alakú, alaprajzú, U betű alaprajzú épület volt, amelyet egy Sterk Izidor nevű építész tervezett, egy Szegvári László nevű vegyész megrendelésére. Ő állat orvostannal foglalkozott, és olyan anyagokat, oltószereket, gyógyszerkészítményeket állított elő itt, ahol a boltja is volt, meg az üzeme is működött, amely az állatorvoslásban nagyon fontos volt.
volt annyi pénze, hogy ezt a hatalmas alapterületű épületet megterveztesse Sterk Izidorral, akinek a neve nem biztos, hogy ismerős, viszont fontos róla megjegyezni, hogy ő volt az egyik tervezője a Gellért szálló és fürdő épület együttesének, és számos olyan lakóházat is tervezett itt a környéken, amely az 1910-es évek, az 1900-as évek, az 1910-es évek táján épült, nagyon szép, letisztult, viszonylag egyszerű formákkal dolgozott, és mégis nagyon látványos mindaz a munka, ami ő utána maradt. Ez az épület is szerintem ilyen lehetett, 120 lakással nyílt meg ez a ház, és hát nagyon sok mindent magába fogadott, és jó volt a kérdés, ami arra vonatkozott, hogy itt a két épület az mégiscsak egy, tehát hogy 18 A és B, mert hogy itt a kettő között húzódott egy csarnok ahol rész is, ahol pontosan ahol most állunk, és egy kávéház is működött, aminek volt utcai frontja is, és volt egy ilyen kerthelysége is, ahol például Benedek Marcell nagyon sokat megfordult, de nem csak írókat és költőket és irodalmárokat várt ez a kávéház, hanem bizony ebben a kávéházban, ennek a kávéháznak a helységeiben működött a húsiparosok sportegyesületének a birkózó szakosztálya, ami hát önmagában is egy nagyon érdekes dolog, hogy lehetett itt edzéseket is tartani, sőt bajnoki mérkőzéseket is, tehát egyéb birkózó szakosztályokat is vendégül látott ez a Ferencvárosi Húsipari Sportegyesület, és ugyanakkor pedig még egy apacstanya is működött itt ezen a kávéházi területen belül, ami hát apacstanya, ugye egy kicsit magyarázatra szorul, annak idején az apac szónak több értelme is volt, azon kívül, amit most ismerünk, hogy egy indián törzshöz tartozó valaki. Apac szóval illették azokat a hölgyeket a századfordulón, akik úgy merészebben viselkedtek, mondjuk így, és azokat a fiatal embereket is hívhatták úgy, hogy apacsok, akik mondjuk így a legalitás, illegalitás, vagy a bűn mesdjéjén működtek, mondjuk ilyen rejtőjelnői figurákról van szó, olyan jókedélyű emberek, mondjuk így. Nem túl erkölcsös emberek. Egy kis orgazdaság, egy kis tolvajlás, stb. Ezek valószínűleg jellemzőek voltak erre a társaságra. A korabeli újságcikkek szerint a rendőrség elég gyakran razziázott is, tiltott szerencse játékot folytattak, itt makaóztak, pókereztek, 21-eztek, tehát olyan játékokat játszottak, amiket nem nagyon volt szabad hivatalosan. Ezt most nehéz így elképzelni itt egy parkolóban. Hát így van, pontosan, de erről szerencsére megmaradtak ezek a feljegyzések, sőt még egy ilyen szabály könyv is, illetve egy szabályzat is megmaradt, amelyről egy fotó ékeskedik, ami ennek az apacs tanyának a viselkedés mintáját leírja, amit azt hiszem, hogy érdemes megnézni, felesleges felolvasni a szabályokat. A fennmaradt archív fotón viszonylag jól kiolvasható. Egyet azért elmondok, amit a szabálykönyvnek a végére illesztett valaki, hogy itt járt Al Capone 1931-ben. Hát valószínűleg ez az állítás nem igaz, de minden esetre elgondolkodtató. Hát ezt már sohasem fogjuk megtudni, hogy vajon Al Capone valóban járt-e itt ezen a helyen, vagy sem. Következő adásunkban Mikszáth Kálmán egykori lakóhelyére látogatunk el.